Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 6-a az egy portálnap. Az azt jelenti, itt kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ennek van egy gyógyító ereje, azt is jelentheti, hogy kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor vannak ezek a portálnapok, azt a maják számították ki, és ez a maja kalendáriumból van, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez hasonló, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portál nap a 10. hullámban van, és jellemző erre a 10. hullámra, hogy itt lesz egy új kezdet. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, ez lehet egy új kapcsolat vagy új barátságok. Ez lehet egy új irány a párkapcsolat területén. Április 6-a, tehát ez a portál nap, ez a 7. nap ebben a 10. hullámban. Ami azt jelenti, és ez érezhető lesz ezen a napon, hogy vannak álmok, vágyak, elképzelések. Ami fontos, hogy erősítsük a hitünket, hogy higgyünk abban, hogy ez a terv megvalósul. Ez lehet munkahelyi változás, ezek lehetnek álmok, álmodozások, ami a szerelmet illeti. Tehát különböző életterületre hat ez ki. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon Kán uralkodik. Kán lefordítva magvat jelent, vagy hálózatot. Ez a hálózat, ez lehet egy internet kapcsolat is. Amit még jelent Kán, az a magvak, ami látható itt a képen. Mivel a magvak uralkodnak, ezen a napon ez egy jó időpont például kertészkedni. De a magvaknak van szimbolikus jelentése is, amikor elültetünk valamit, amikor indítunk valamit. Ez lehet egy szerződés aláírása. Ez lehet egy magáncég kiépítése. Ez lehet egy új barátság. Ez lehet egy új párkapcsolat. Ez lehet egy új lakhely. Ez lehet egy új irány a szerelmi élet területén. Itt most elültettünk valamit. Ahogy a képen látható, ez a mag növekedni fog, és majd virágozni is fog. De ez idő kérdése. Tehát, amit most mi indítunk, ahhoz idő kell, mire virágzik, mire termést hoz. Kell egy kis türelem. A kerti munkánál is, ha valamit előtettünk, nem nézegetjük azt, hogy a mag még mindig ott van-e a földben, hanem tudjuk azt, hogy idővel ez termést hoz, idővel virágozni fog. Be
megbízunk ebben. És pontosan ez a bizalom szükséges most. Például, ha vannak kereskedelmi kapcsolatok, és aláírtál egy szerződést, szimbolikusan elültetted a magvat. Akkor is, ha az első hetekben még nincs nyeremény, legyen meg a bizalom, a kitartás, a türelem, mert a nyeremény jönni fog, ebben biztos lehetsz. Vagy kihathat ez az energia a párkapcsolatra is, hogy ott van a párod, de most például sok a munkája, nem találkoztok, vagy külföldön van, és nem tudod, hogy bízhatsz-e benne, igen vagy sem. Akkor Kán most azt közli veled, nem kell figyelgetni őt, hogy ott van-e még, igen vagy nem, hanem bízd meg benne. Igen, ott van, de időre van szüksége, amíg rendezi a dolgait, majd jönni fog, és kivirágzik valami majd a párkapcsolatotokban. Én így érzem, hogy Kánnak ez az üzenete, hogy kezdjünk valamit, legyen meg a bátorság ehhez, de ne figyelgessük azt, hogy a mag még ott van-e vagy sem, hanem hagyjuk, hogy magától növekedjen. Hagyjuk azt, hogy magától történjenek az események. Az eredmény az a siker. Ez lehet nyeremény, lehetnek sikerek, lehet szerencse, lehet a boldogság a párkapcsolatban. Ez, ami fontos, ez a bizalom. De, mint említettem, Kán az lehet egy hálózat is, hogy valamit kibővítesz, vagy vannak külföldi kapcsolatok, internet kapcsolatok. Ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok, barátságok, vagy lehet párkapcsolat is. Összefoglalnám azt, hogy mi a téma ennél a szertartásnál, a gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, hogy legyünk nyitottak a spirituális területre, hogy legyen egy jó kezdet, legyen meg a bizalom, a kitartás, hogy tudjuk, azt érezzük, azt igen, ez szerencsét hoz, nyereményt hoz, itt kivirágzik valami, ami a képen is látható. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!